Sziasztok srácok, üdvözlök benneteket, Forza Horizon 4-ezni fogunk, és a mai videóban egy 2006-os Mitsubishi Lancer Evo 9-et fogunk feltuningolni és használni földutas versenyeken, ilyen dörtös versenyekre gondoltam ma, ugyanis így az utóbbi részekből is azért láthatjátok, hogy mi az én komfortzónám, ugye ezek az utcai versenyek, ahol azért lehet neki jobban nyomni, esetleg gyorsulási versenyek, és hát, hogy finoman fogalmazzuk, nem túlzottan kedvelem alapvetően a földutas versenyeket, és nem tudom amúgy, hogy miért, mert az is tök jó technikás, stb. És úgy gondoltam, hogy most kimozdítom egy picit magamat ebből a zónából, és ma kettő földutas versenyt fogunk megcsinálni a Mitsubishivel, amit nem mellesleg, nyilvánvalóan egész jól meg lehet csinálni ilyen rallis tuningosra, úgyhogy ezt is fogjuk tenni itt a Fortune Island-en, már ki is néztem úgy a két versenyt is, de előtte meg kell csinálnunk ezt a verdát, így néz ki az autó. Akit érdekel, ezt az autót a Mitsubishi DLC-s pakból lehet megszerezni, ugyebár abban benne van. Ha azt a pakot megveszitek, akkor az összes Mitsubishi-s autó ugye ingyen megvehető az autószalomban. Alapvetően a kocsiban egy 2 literes turbocharged Sor 4-es motor van, ezt nem szándékozom lecserélni. Néztem, van bele egy 1.6-os turborally, talán, de ezt mindjárt meg is mutatom. Gyorsan először is azt megmutatom, hogy autós kiválóság. Itt láthatjátok, hogy elég lutri a felhozata sajnos. Nem számít túl epicnek az autó. Nézzünk egy egyedi fejlesztést, ez most első körben a legfontosabb. A téma abszolút rally, ez nagyon fontos itt leszögezni. Itt láthatjátok, hogy te lehet bele V8-at tenni, ez akkor lenne jó igazság szerint, ha versenyeznénk, vagy bármi másra használnánk, de ezt nem szeretném beletenni, illetve egy 1.6-os Sor 4-es turbo rallyt bele lehet tenni, de ezt nem szeretném. Ezt nem szeretném beletenni, mert most maradunk az alapmotornál, és megnézzük, hogy az alapmotorból mennyit lehet kihozni. Alapvetően egy ilyen autó amúgy alapvetően összkerekes, hátsó kereket lehet még nála beállítani, ha esetleg valaki driftelni szeretne vele, vagy és valami egyéb dolog. És akkor most egy dörtös szettet fogunk rátenni az autóra. Itt meglehetősen sok választási lehetőségünk van, és ha nem dörtre mennénk amúgy, valószínűleg ezt az első lökhárítót választanám, de mivel dörtözni fogunk, így ezt fogom választani. Nyilván már kiválasztottam előre a szettet. Gondolkodtam ezzel, mert hogy milyen jól néz ki az, hogy milyen jól néz ki az, hogy itt a tetején van egy ilyen kerék, de gyerekek, ez a spoiler, ez valami undorító. Szóval, hogy ezt hanyagoljuk. Ez nem rossz ez a spoiler, ez tetszik. Illetve van egy ilyen is. Amúgy igazság szerint itt a Mitsubishi-nál ez az alap spoiler, ami szokott lenni, nekem annyira tetszik, hogy ezt nem szándékozom lecserélni. Ezt megtartjuk. Itt hátul pedig többfélét is fel tudunk tenni, ami érdekes lehet számunkra. Viszont én mindenféleképpen olyat szeretnék, hogy a kipufogó egy picit nagyobb legyen, úgyhogy ezt az egyszerűbb lököst fogjuk hátulra feltenni. Lentre pedig olyat teszünk, ahol van sárvédő, ezzel sokkal dörtösebbek leszünk, és itt a tetejére lehet tenni lámpát, illetve lehet tenni ilyen csövet. Ugye ez akkor lényeges, jól tudtommal, hogyha ugye víz alá kerül ugye az autónak az eleje, mert ugye akkor a levegőt ugye a kocsi tetején szívja be, úgyhogy egy ilyet fogunk feltenni rá, és így abszolút dörtös lesz a kinézetünk, szerintem abszolút menő. Nyilvánvalóan még a kerék, illetve a felfüggesztés majd még dobni fog egy kicsit ezen az összhatáson. A rally abroncs összetétel, nyilvánvalóan itt is a legnagyobb gumit rátesszük. Ez a felni nekem tetszik, én ezt most nem variálom. Kitoljuk rendesen a kerekeket, hogy majd tudjunk normálisan dagonyázni vele, mert ez ilyen tipikusan ilyen dagonyázós autó lesz. Amúgy ennek a földutas versenynek megvan a maga hangulata. Hopp, amúgy ezzel rontottam rajta. De majd lehet ugye nyilván állítani a sebességfokozatokat. Szóval, hogy megvan a maga hangulata, és nem is tudom, hogy miért nem szoktam én ilyeneket játszani. Úgyhogy most direkt emiatt gondoltam. Fékre szükségünk lesz, mert az talán a rallyban kell a legtöbbet fékezni, bármilyen ez nem feltétlenül igaz, ott is kell fékezni, kell maradjunk annyiban. Bele kéne rakni a nagy bukókeretet, csak hogy meglegyen a feeling. Belerakjuk a nagy bukókeretet, nagyon ritkán szoktam, tudjátok ezt használni, most beleraktuk, jó? 230 kg kijött a kocsiból, annyira nem sok. Akkor lássuk a motorikus tuningot, azért pár dolgot tudunk beletenni, szerintem egy S1-be fel fogunk csapni legalább, vagy S2-ből, na várjál, mindjárt S1-be, aha. S1-be fogunk szerintem maradni az autóval.
Mindent szépen belepakolunk. Fontos megjegyezni, alapmotor. Nagyon jó hangja van az autónak alapvetően. Nem lesz ezzel semmi baj. Természetesen manuális váltóval fog menni. Úgy az igazi egy ilyen autó. És kész is vagyunk. 70 ezerbe került az autó. Mindjárt megnézzük, hogy papíron mire képes. Ugye... ez nem az az autó lesz, ami 450-et fog menni és egy másodperc alatt gyorsul, de igazság szerint teljesen jók vagyunk így. Én ezt 2-0-ra leveszem, csak már szimpatikusabb, és egy picit rágyulunk arra a sebességre, csak egy icipicit. Így, jó. 350-et tud az autó, nem lesz rá szükségünk, tehát pont azon a két pályán, amit kiválasztottam, jelentéktelen ez a 350, mert nem lesz lehetőségünk ennyit menni az autóval. És akkor most a legrizikósabb kérdés, milyen legyen az autó. Én arra gondoltam, hogy valami dörtös dizájnt kéne nézni rá, hogyha van olyan, ugye ilyen előre elkészítettben. Nézegettem itt ezeket a kinézeteket, amiket más játékosok csináltak, és tényleg valamilyen ilyen betegskint akarok, úgyhogy ez a Monster Energy is szerintem illeni fog hozzá. Lehet, hogy kicsit elfajzott bizonyos emberek szerint, de szerintem egy dörtös autóhoz illik, hogyha tele van matricázva, illetve ilyen különböző élénkebb színekben is pompázik. Úgyhogy megnézzük, hogy ez a skin hogy fog kinézni az autón. Szerintem jó lesz. Ki is próbáljuk, rá is dobtam egyből, így nem kell sokat szórakozni, egyből minden le van festve. És megnézzük, hogy így alapvetően mire képes az autó. Azért szerintem ez így nem néz ki rosszul. Jó, kicsit lehet ingyen reklám, úgy mondjuk van egy SX reklámunk is, nagyon fantasztikus, mondjuk az tényleg egy jó cucc. Hát meg ez a Monster Energy DC, mindegy. Szerintem illik amúgy az autóhoz, ezt mindenki döntse el maga, szerintem menő lesz. Hagyjad már, hogy húz egyesben, azt figyeltétek? Hogy kipakolta magát oldalra? Ez jó lesz, mondjuk most még izén megyünk ugye. Aszfalton, majd mindjárt rámegyünk egy kis földútra. Gyerekek, ez nagyon jó ez a kocsi. Belülről meg se néztük. Hát amúgy eléggé, mondjuk 2006-os az autó, az akkori időhöz képest abszolút, amúgy nekem tetszik a belseje, sőt, nincs ez a semmi baj. Ilyen standard ilyen sedan belseje van, vagy nem is tudom. Kicsit megkuzatjuk itt a drift pályát. Hát ez nem sikerült. Eddig tartott. Fel kell mennünk a hegy tetejére, úgyhogy mi nem is szórakozunk most itt a drifttel. Ups. Gyerekek, ez... szerintem ez a kocsi, ez valami vadállat lesz. Nem tudom, hogy fog szerepelni majd... nyilván a versenyen, de meglátjuk. Itt lesz egy körversenyünk, arra gondoltam, meg is mutatom akkor gyorsan. Megyünk egy körversenyt itt, ugyanis ez itt a nagy hegyet megkerül, és ez tök jó fog kinézni, ott tök jó dombok vannak, stb. Aztán meg megyünk egy ilyen hosszabb sprint versenyt, ami itt szintén végigmegy majd a parton. Először lenyomjuk a körversenyt, úgysem mentem még le ezeket a versenyeket. Szóval még nincsenek megcsinálva, hogy láthatjátok. Kíváncsi leszek, hogy ez így milyen sikerrel fog végződni, természetesen. Szerintem menni fog ez a dörtözés. Őszintén megvalva, dört versenyt utoljára még a játék elején nyomtam szerintem valamikor. Nagyon régen. Vagy ha kötelezően, esetleg esemény listához kellett, de mostanában az se volt nagyon. Úgyhogy... most kíváncsian várom. Na, mondjuk az ott a Subaru-n is hasonló kinézet van. Mennyi Subaru van, te jó ég, de ott egy Mitsubishi ott előttem is. Oké, jobbról előzzünk, és már megyünk is. De két körös ez a verseny, igen, ez elég hosszú amúgy. Hát ez nem tartott sokáig, hogy az első helyre érkeztünk. Hopp. Ezt vissza kellett váltanom, mert ledadogott egy picit az autó. Ezt a harmadikat nagyon szereti amúgy, főleg, hogy itt majd fékezgettünk, kanyarok lesznek, szerintem kettes-hármas lesz ebből úgyis a nagyja. Valaki betört a bal hátsó lámpán, mondjuk lehet, hogy én voltam az. Valakinek neki kocsantam ott a rajtnál. Azt figyeljétek, milyen utak. Na itt azért lezúzni jobbra. Barátságos lenne. Hopp, nem váltottam le a negyediket. Hopp, nem akarok hozzáérni a falhoz. Tisztességes verseny legyen belőle. Itt azért figyelni kell, megcsúszol, megpattansz és leesel a francba. Nagyon menő. Már csak egyedül egy dolog hiányzik, hogy a teljesen a feelinget megadja ez az autó és ez a verseny.
hogy lenne mellettem az anyósülősen valaki, tudjátok, ilyen epic gyorsan darálja, hogy szét 10 méter múlva egy balos, jobb oldat lesz egy farönk, jó, tovább mész, nyilgáz, nem tudom, utána lassítasz, stb. Kanyarodsz balra. Vannak ezek a kommentátorok, úgy tudják darálni a szöveget, hogy valami brutális. De vannak ilyen rallis játékok amúgy, de ilyen ez tökre megvan. Itt most egyedül ez hiányzik, hogy 100%-os legyen a feeling, egy is nagyon menő. Közben kész is az első kanyarunk, vagy körünk lassan. Jó, jó hosszú amúgy ez a kör. Íh, basszus, elszámoltam magam. De nem csak, úristen, nem csak én! Az összes bot neki ment a falnak. Elfért ott egy harmadik. De jó ég, hogy csinálták meg ezt a versenyt? Amúgy egész jól lehet pakolgatni ezt az autót, tehát mindjárt felfújom teljesen a gumikat, és akkor elmegyünk vele driften. Jó, mondjuk összkeréken van az autó, ugye elég nehéz lesz, de hogy biztos lehetne belőle drift autót is csinálni. Sokkal jobban illik az autónak a profiljához szerintem ez a dörtös sztori. Jó, ez gyorsan. Amúgy sokszor a kézifékkel rakom ki a kocsinak a seggét. Hopp, hozzáértünk egy picit. Az a nagy kipufogó az valami eszméletlen. Bár nyilvánvalóan a játékban annyit nem változtat az autónak a hangján. Nem tudom, hogy egyáltalán változtat-e a kipufogó, hogyha lecserélem. Ez sokkal feelingesebb az a nagy kályhacső ott hátul. Jó. Tehát csak egy kicsit a feeling kedvéért nyomjuk belső nézetben. Most ezen a részen. Látjátok, hogy mit ügyetlenkedek itt a kormánnyal. Oké. Vannak ilyen kisebb ellenkormányzások. Jó, szépen. Kár, hogy most itt nem süt a nap. Oké, jó. Kicsit eldobtuk a kocsinak a segét, bár ez itt ugye belül most nem észlelhető. Basszus. Jó. Ez nagyon intenz egy ilyen verseny amúgy. Sokkal, sokkal másabb, mint amikhez szokva vagyok most az utóbbi időben. Ajajaj, nem kilincsel kéne előre menni. Túl sokat driftelek amúgy mostanában, az a baj. Hopp, hopp, egy kicsit. Kicsit pirosba ment az autó. Most nem rontjuk el megint ezt a kanyart, majd elrontják helyettünk a botok. De neki mentem a falnak, hát ezt nem hiszem el. Ez itt elég érdekesen van megcsinálva, mert eléggé ki lett ott centízó az a kanyar. Na, nézd meg. Aha. Kicsit kiraktuk a segét. De ez ilyen kanyarokat nem lehet kihagyni. Hát ezt nem lehet kihagyni. Tök jót ment ez a Verda. Jól néz ki. Tetszik. Jót mentünk. Hát 4 perc 30 lett a végleges időnk. Nem, abszolút nem volt rossz. Nyilván ezzel lehetne farigcsálni, de jó volt ez így. Akkor megyünk még vele egy sprintet, ugye annyi a különbség, hogy nem körbe megyünk, hanem csupa egyenesen csak. Amúgy a 18-as vagyok földutas versenyben, mondjuk az már nem kevés. Bár mondjuk már szinte mindegyik kategóriába vagyok hasonló, kivéve a terepverseny, mert azt még kevesebbet tolom, mint a dörtöt szerintem. De hát ez megint egy másik dolog. Ah, és most nincs betörve a bal hátsó lámpám. Vigyázz, birka be! Jaj! Ups. Lehet, hogy leesett a spoiler. Nézd, visszarak az útra, ne szórakozzál már velem, hát már mindjárt ott voltam a versenynél. Lehet kicsit deja vu érzésük van ezeknek a birkáknak itt lassan. Jó, letörtük a visszapillantót is, nagyszerű. És amúgy ez a tavaszi esős idő illik is ez a dörtözéshez. Talán ősszel egy picit feelingesebb amúgy dörtözni, de nincs ez a semmi baj szerintem. Itt is esik az eső, stb. A gyakori kategóriájú az autó. Gyakori. Ez vicc, amúgy ez vicc. Mert bárki megkérdezni amúgy, aukciós házban tudtam, hogy nem tudtok ilyen autót amúgy venni, mert tényleg DLC-hez van kötve, hogyha esetleg szeretnétek. So sad story. Nem tudom, mennyibe kerül ez a Mitsubishi DLC, de nem drága. Akinek meg VIP-je van, vagy nagy pakja, annak úgyis benne van a csomagban. Hú, milyen új Subaru van itt előttem.
van itt Ford is most már. És nincs több Mitsubishi. Hop, 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 hop. Nagyon nyomják neki a srácok, jaj! Bocsika, bocsika, muszáj voltam visszajönni, mert majdnem elmisszeltem a checkpointot, haver. Megint a szokásos nehézségi szinten vagyunk, és a mindenki megint mögöttem van. Na baj, élvezhetjük az utat. Jó, ezt most szépen kihúztam a falig. Nem tetszett amúgy. 25%, ez gyors, gyors lesz ez a meccs, úgyhogy jaj. Szóval figyeltem oda. Tessék most már szépen versenyezni. Itt a lejtőn felfelé vonultam, meghúzatom egy picit, és be is vált ez a harmadik. Szépen. Nagyon jól megy ez az autó. Amúgy nincs rá panasz. És még motort se cseréltünk benne, tehát ugye az alapmotor tuningoltuk. Nyilván picit mások lesznek az értékek. Mindjárt megnézzük amúgy, hogy pontosan mennyi lett az az annyi teljesítményben, mert azt nem néztük meg. Kapott egyet az alja az autónak. Hát a valóságban nem biztos, hogy egy ilyen után tovább menne. Mert hát ott maradt volna a fél autó az a, ott a földetus úton. Oké. Cél közben, az is látszódik. Oké. Jó. Igazság szerint a picit gyakorolnám ezt a földutas versenyt, ez tök jól menne. Nincs ezzel semmi gáz. Beraktuk seggel az autót, itt már makulátlan, egy darab koszfolt nincs rajta. 2 perc 20, 9:22 alatt tudtuk teljesíteni. Teljesen korrekt, igazság szerint. Most nem is arra mentem, hogy nagyon makulátlan legyen a sztori, csak tényleg ilyen, ilyen nosztalgiázásképpen. Így, földutas versenyezni volt kedvem. És ez az autó, gyerekek, ez király. Ha megvan nektek, ezek a Mitsubishik amúgy tényleg, kedveljük persze, hogy kedveljük a dizájnt. Ezek a Mitsubishik nagyon ott vannak a szeren, tehát ezeket... Ezeket földutas versenyre már azt hiszem volt másik Mitsubishi, a 99-eset megcsináltuk hasonló setup-pal, és az is egész jó dolgokra volt képes. Ez nekem egy picit jobban tetszik, hogy őszinte legyek, ez sokkal jobban kézre áll, és talán kicsit erősebb a motorja. Tényleg nézzük is, mondtam, hogy megnézzük, hogy mit tud pontosan az autó. Ugye nyilván összkerék meghajtás, az megvan, majdnem 500 kW. Most ez fejből nem tudom mennyi lóerő, de át tudjátok ti is váltani. Ugye 1,34-jel kell szorozni. És a nyomaték pedig 744 Nm. 1,3 tonna a kocsi. Amúgy igazság szerint annyira nem vész. 2300 köbcentis motor van benne. Érdekes. Érdekes, amúgy jó. Hát van teljesítmény, nem top kategóri, tehát ez egy S1-es autó. Abban is nagyjából középzónában van, tehát ilyen 250. Ez van nagyjából közel, ugye, vagy mi 258-50-hez van közel, úgyhogy ehhez mérten kell viszonyítani. Gyerekek, ezt élmény vezetni amúgy. Tényleg, adja magát amúgy. Jó, kellemes. Ha esetleg megvan nektek ez a pak, akkor mindenféleképpen ajánlom, hogy szerezzétek meg ezt az autót, és csináljátok meg dörtösre, mert brutálisan menő. És szerintem nagyon jó. Tök jól néz ki. Kicsit elemelkedett a földtől, nyilvánvalóan. És most nagy zársebességre állítva a fotózás. És ilyenkor, hogyha képet csinálok, akkor így elmosódik. És kacok, ennyi lett volna ez a videó. Gondoltam, egy kicsit kimozdítom saját magamat így a komfortzónámból és ezekből az utcai versenyekből, mert tényleg mindig az megy meg a Góliát. Remélem, hogy tetszett nektek így ez a kis földutas kalandozás. Ha szeretnétek még ilyet, bármilyen dörtösebb jellegű autóval, akkor azt írjátok le a komment szekcióba, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretnétek és még nem tettétek, még iratkozzatok fel. Én Starkoltam, jók legyetek! Sziasztok!